Ez itt az Aerosport. Májusi adásunkban beszámolunk a Magyar Modellező Szövetség utánpótlás nevelési programjának záró versenyéről, amelyet 2022. március 26-án rendeztek meg a budapesti Gödör repítőhelyen. Majd a magyar fejlesztésű és gyártású helikopter, a Hungarokopter HC-02-es bemutatójára invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! Március 26-án különleges eseménynek adott otthont a budapesti Gödör repítőhely, a Magyar Modellező Szövetség utánpótlás nevelési programja első versenyének. A Magyar Modellező Szövetség 2019-ben úgy döntött, hogy egy nagyobb összeget elkülönít arra, hogy a utánpótlás nevelést közvetlenül támogassa. Ennek keretében kiválasztottunk egy fiatalok számára alkalmas repülőmodellt, és egy 4 millió forintos költségkeretet határoztunk meg egyesületek támogatására, aminek keretében 80 darab teljes építőkészletet kaptak azok az egyesületek, akik bekapcsolódtak ebbe a programba. Amikor a Modellező Szövetség meghirdette ezt a pályázatot, mert erre pályázni kellett az egyesületeknek, akkor az egyik feltétel az volt, hogy minden gyerek, aki egy ilyen modellt kap és ezt megépíti, a Modellező Szövetség által rendezett versenyek közül legalább egy versenyen vegyen részt. Természetesen házi versenyeket is rendezhettek az egyesületek. Márciusi verseny az volt az első ilyen megmérettetés. 28-an vettek részt a versenyen. Serdülő, 14 év alatti és ifjúsági, 14-17 éves korcsoportban versenyeztek a gyermekek, akiket oktatóik mellett egy videósorozat is segített a modellek megépítésében. Alapvető szempont volt az, hogy olyan modellt adjunk a fiatalok kezébe, ami aránylag könnyen kezelhető, ami nem törékeny. Szerencsére van egy magyar gyártású építőkészlet, ami jól bírja a kezdők kezében való üzemelést, és ezt a modellt kezdték el építeni az egyesületek. Én elsősorban azt tartom fontosnak a modellezésben, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy nem elég valamit valahogy megcsinálni, hanem van az a minimális szint, amit el kell érni ahhoz, hogy működjön. És ez a modell, ez egy nagyon jó példa erre. Egy kézi indítású modell. A szárnyvégnél fogva, mint egy diszkoszt kell egy vagy két fordulat után eldobni a modellt. Érdekes módon még ezeket a kis modelleket is fel lehet juttatni így egy 20-30 méteres magasságra. Magassági kormány, oldalkormány van rajtuk, de úgy van a modell kitalálva, hogy ez a két kormány az elegendő a modell irányítására. Tehát ez fontos a gyerekeknél, hogy önstabil legyen a modell, mert ha elvesztik a kontrollt, akkor elvárás az, hogyha minden kormányt elengednek, akkor jó eséllyel a modell az egy stabil sikló repülésbe menjen át. A Magyar Modellező Szövetség egy egyszerűsített versenyszabályzatot alakított ki a megmérettetésen indulók számára. Egy 10 perces időablakban kellett a lehető leghosszabb ideig a levegőben tartaniuk a modellt, amellyel végül egy kijelölt területen belül kellett leszállniuk. A dobások számát nem korlátozták, de a bírók csak a levegőben töltött másodperceket mérték. Az MMS utánpótlás nevelési programjának révén nem csupán magát a repülőmodellezést, de a FAI világszerte népszerű diszkosz indítású vitorlázó repülőverseny kategóriáját is megszerethették a gyerekek. Aki ebben a modellben fantáziát lát, vagy ebben a kategóriában fantáziát lát, az nyilván részt vehet majd több hazai versenyen, akár ezzel a modellel is, de előre is léphet. Ennek a modellnek az értéke körülbelül olyan 70-80 ezer forint rádióval mindennel együtt.
azok a modellek, amikkel már komolyabban lehet versenyezni, azok már ennél lényegesen drágábbak. Szinte kizárólag karbonszövetből, kompozit technológiával készülnek, és bátran mondhatom, hogy a technológia legmagasabb szintjét képviselik azok a cégek, akik ezeket már gyártják. De éppen azért, mert ez drága, hogy azt is támogatjuk, hogy egy másik kategória irányába lépjenek elő, ez pedig a úgynevezett RES kategória. Ez a kategória korlátozott, kizárólag faépítésű modellekkel lehet indulni. Ez már egy nagyobb modell, 2 méteres, ebben már egy kis villanymotor van, ami a levegőbejutást elősegíti, de ez a modell is megmaradt annál a 100 000 forint alatti ségvetésnél, amit mi még elviselhetőnek tartunk a kezdő modellezők számára. Az utánpótlás nevelési program versenyén mind a gyermekek, mind a felnőttek életre szóló élményeket szerezhettek. A Magyar Modellező Szövetség jelenleg a többi között komoly nemzetközi megmérettetés lebonyolítására készül. Augusztus végén Szegeden rendezik meg az Európa-bajnokságot, amelyen a 3-4 méter fesztávolságú vitorlázó repülő modellek és pilótáik mérik majd össze tudásukat. április 9-én a Budaörsi repülőtér hangárában találkozhatott először a szakmai közönség a magyar fejlesztésű és gyártású helikopterrel, a Hungarokopter HC-02-es típussal. A bemutató repülés az időjárásnak köszönhetően igen viharosra sikeredett. Az eső is egyre hevesebben kezdett szakadni, később a szél is egyre jobban feltámadt. Rács Tamás, a gép berepülő pilótája azonban a szélsőséges körülmények ellenére is biztonságosan szállította az érdeklődőket a próbakörökön. Farkas Gábor, a Steel Riders Kft. Ügyvezető igazgatója az Aerosportnak kiemelte, az ultrakönnyű helikopter építésének az ötlete 2008-ban született meg, a folyamatos tervezés és fejlesztés előre haladtával pedig egyre kifinomultabb megoldásokat, fő- és részegységkonstrukciókat dolgoztak ki. Ahogy arról korábban műsorunkban is beszámoltunk, a Hungarokopter első HC-01-es típusa 2010-ben magas műszaki tartalommal és innovatív megoldásokkal készült el. Első magyar tervezésű ultrakönnyű helikopterként megkapta a Magyar Légügyi Hatóság repülési engedélyét, majd később ebből a típusból több darabot is értékesítettek a magyar és a nemzetközi piacon. Fejlesztés egy nagyobb teljesítményű, egyszemélyes típussal folytatódott, amely szintén megkapta a magyarországi repülési engedélyt. A modellbe elsőként építették be azt a forradalmian új, saját fejlesztésű elektromos meghajtású mentőrendszert, az ERS-t, amelynek segítségével a helikopter motorhiba esetén is biztonságosan földet érhet. Több évnyi tervezés és gyártás előkészítés után 2021-ben a kétszemélyes változat is elkészült, a Hungarokopter HC-02-es. A Rotax 915 IS repülőgép motorral és a többi között a saját fejlesztésű, magas hatásfokú és csendes üzemű forgószárnyakkal szerelt konstrukció kiemelkedő helyet foglal el a kategóriájában. Ultrakönnyű szerkezete és hatékony erőforrása révén üzemeltetési költsége 30%-kal alacsonyabb a hasonló kategóriájú helikopterekénél.
megépítését követően az új típust a magyarországi NFM és németországi DULF szabályzatban leírt követelmények szerint tesztelték, dokumentálták, majd gyártották le. A modern és letisztult formavilágú, felettébb magával ragadó Hungarokopter HC-02-es 2021. június 8-ától rendelkezik a hazai és szlovákiai tesztrepülésekhez szükséges repülési engedéllyel és lajstromozási bizonyítvánnyal. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Júniusban is szárnyaljanak velünk. A műsor médiapartnere az aerosport.hu.